Sikeres évadot zárt a Lányi Ernőiparos Művelődési Egyesület. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki bemutatta az elmúlt év eredményeit. A Veronika népdal kör részt vett a Durindón, ahol sikeresen szerepelt, a gyermekcitera csoport pedig a Szólj Síp Szólj versenyen kapott aranyoklevelet. Nekem a nővérem citerázik, és nagyon megtetszett. És amikor úgy döntöttek, hogy indítanak citerás csoportot, akkor gondoltam, hogy én is el szeretnék jönni, meg megtanulni. Azért jelentkeztem, mert járok néptáncra, és szeretem a zenét, meg a táncot. Kapornyai Lívia Szabó Lőrinc verseivel gazdagította a műsort. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével az óriás. Mihály Katalin, az egyesület elnöke évértékelő beszédet tartott. Elmondta, egy nagyon színes évet tudhat maga mögött az egyesület. Több kiállításnak és folyóirat bemutatónak is otthont adtak. Lovasi Ildikó volt a vendégünk, Kontra Ferenc író, de színi előadások is voltak. A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház itt tartotta a bemutatóját, Dulci Péter budapesti színész által rendezett előadásnak is itt volt a munka bemutatója. A műsor kísérő rendezvényeként a közönség egy egyedi falvédő gyűjteményt tekinthetett meg. A legrégebbi és egyben legértékesebb darab 1915-ben készült.